Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom, hogy kell játszani a Look at the Stars-al, Romain Cattedion által 2-8 játékosig, 8 plusz és 20 perces. Ez most egy demo játék, szóval nem minden komponens úgy fog kinézni, mint a végső játékban, de nagyon hasonlóak lesznek. Az előkészítéshez mindenkinek adjatok egy csillagtáblát, majd mindenkinek egy törlőkendőt és egy tollat. A tábla játék asztal közepére rakjátok ki ugye 2 csillagpakliból egy nagy csillagkártyát és egy kis csillagkártyát fejjel felfelé. Ezek lesznek a célok, vagy az ilyen bónuszok. A kis csillag, vagy hát most a mostani kis csillag, az a játék végül bónusz, mindegyik ilyen plusz jeles ér a tábládon, akkor kapsz 3 pontot. A nagy csillag most egy rögtönös bónusz. Hogyha akármikor megcsinálod ezt a 3 vonalat, szóval 1 vonal, 2 vonal, 3 vonal, az összes csillagképet így számolok, hogy 1 vonal, 2 vonal, 3 vonal. Ez például 1, 2, 3, 4 vonal. Szóval ha megvan a 3 vonal, akkor akármikor vagy akkor rögtön rajzolhatunk egy vonalat akárhova a táblánkon. A körünk az úgy néz ki, hogy vagy hát mindenkinek a köre, mert ez egy szimultán játék, mindenki egyszerre játszik. A kör úgy néz ki, az egyik ember felcsap egy lapot az egyik papírból, minden ilyen hold kártyás papírban. 6 lap van, hiába van a 30 hold lap kártya, csak 6-6-6-ot használunk, és 3 papírba az asztal közepére rakjuk a csillagkártyák mellé. A nagy csillag és a kis csillagkártyák mellé. Szóval egy kártyát felcsapunk, és azt a táblánkon berajzolhatjuk akárhova, akárhogy forgatva. Vigyázzatok, invertálni nem lehet, magyarul például ezt a vonalat nem lehet átrakni ide. Mert akármilyen forgatással, akárhogy is forgatjuk, nem kapjuk meg. Szóval mondjuk az játékos eldöntötte, hogy így. Ezt akarja lerajzolni a táblájára, szóval lerajzolja. Ilyen, és most igen, pont most megcsináltam azt, hogy invertáltam. Na, ezt nem szabad csinálni. Na jó, fél pillanat, kitöröljük, és ide rajzoljuk helyette. Szuper! Hogyha mindenki, minden játékos lerajzolta, vagy nem rajzolta le, mert ez egy opcionális akció, hogy lerajzolod, felhúzunk, a másodikat felcsapjuk. Figyázzatok! Amikor rajzoltok csillagképeket, akkor a bolygókkal nem szabad érintkezniük, se a hulló csillagokkal. A bolygók azok itt találhatók, ilyen kis mini szaturnuszok, és a hulló csillagok meg játékosok által rajzolt kártyák, amik véletlenszerűen jönnek fel a papírból. Szóval ez egy hulló csillag, így néz ki. Ezért külön kapunk pontokat a játék végén. Ezt csak átlósan szabad rajzolni, és egyet, vagy kettőt, vagy hármat rajzolhatunk. Úgy kapunk érte 1, 2 vagy 3 pontot átlósan. És ugye nem szabad érintkezni a csillagképeknek semmilyen hulló csillaghoz. Szóval így berajzolunk 1-et és 2-t. Ez a játékos a hulló csillagáért 2 pontot fog kapni. És figyeljetek oda, hogy rakjatok egy csillagot a végére, és akkor tudjátok, hogy egy hulló csillag. Nos, nézzük meg most a pontozást. A táblátok alján láthatjátok, hogy van egy ilyen 3, 4, 5, 6, 7, 8-as pontozó tábla. Ez azt jelenti, hogy ahány vonal van egy csillagképen, annyi pontot kapsz érte. 2, meg 9, és szóval 8-nál nagyobb, és 3-nál szigorúan kisebb, 8-nál szigorúan nagyobb vonalakat, vagy csillagképeket nem pontozunk, és az nem egy csillagkép. Szóval, ennek a játékosnak például itt van 3-ért, 1, azért kap 3 pontot. Utána van 4-ért, 1, 1, 2, 3, 4, azért kap 4-ért pontot, itt fx-ei, utána van egy 5-ös, és egy 6-osért, ugye 6-ot, 7-et, 8-asért, 8. Figyelem! Hogyha 2-3-as lenne, például itt lenne egy másik, szóval mondjuk így, 1, 2, 3, akkor az szintén csak 3 pontnak számítanak. Egyszer lehet egyet számítani. Jó.
Ez volt ennek a pontozása. A játék végén összeadjuk az összeset, és a maximális, amit kaphatunk, 33 pont lesz. Majd megnézzük a bolygókat. Mindegyik csillagkép, ami egy bolygó körül van, az egy pont. Szóval elkörül a bolygó körül van kettő csillagkép, azért kettő pontot, elkörül van egy csillagkép, azért kapunk egyet, szóval eddig háromnál tartunk, elkörül pedig van egy és kettő. Vigyázzatok, a hulló csillag nem csillagkép, és ugye a kettes vagy a kilences hosszúságú, nagyságú csillagképek azok sem. Szóval összesen 5 pontot kapunk a bolygókért. Számítjuk majd a hulló csillagokat, ez a játékos 2 pontot kap érte, az elég érthető és világos. Majd a kis csillagokat és a nagy csillagokat. Ugye már mit mondtam, ezért a kis csillagért kapunk 3 pontot, szóval ez a játékos például kapna 3 pontot ezért. És most a nagy csillagért nem számolunk, mert ilyen különleges kártyánk van. De vannak olyan nagy csillagok, amiknél van pontszámítás. Például itt. És ezeket összeadjuk, és megkapjuk a végső eredményt. Megfigyelhetitek a játéktábla oldalán, még van 2-2 pöcök is. Ezeket, hogyha ugye húzunk, elfogy az első pakliból a kártya, utána már kicsit feljött a nap. Ezt a kettő sort már nem használhatjuk többet, szóval nem rajzolhatunk ide. Utána, ha húzunk tovább, már még jobban feljött a nap, és már ebből a kettőben se rajzolhatunk, szóval az alsó négy sor az teljesen ki van takarva és nem használható. Majd a harmadik kör végén, hogyha azt is felhúztuk, akkor jön a pontszámlálás és összeszámoljuk a pontokat. Ez volt a Look at the Stars. Remélem élveztétek. Sziasztok!